Jó napot kívánok! Gyógyszertámogatással kapcsolatosan szeretnénk nyomtatványt kérni. Többek között fogyatékos ügyi koordinátor segíti a speciális igényekkel rendelkezők ügyintézését a Salgó-Tarjáni polgármesteri hivatalban. Tudok önnek adni egy tájékoztató nyomtatványt, ezen minden fontos feltétel szerepel, hogy milyen jövedelemmel és milyen egyéb feltétellel lehet ezt a támogatási kérelmet benyújtani. Az elmúlt időszakban az ügyintézők is érzékenyítő továbbképzéseken vettek részt annak érdekében, hogy jobban megismerjék a fogyatékkal élők speciális igényeit. Ha bejövök a polgármesteri hivatalba, akkor az ügyintézőktől szoktam segítséget kérni, illetve a kísérőmtől vagy kísérőimtől, akik a olvasásba, illetve írásba segítenek. Ez számomra nagyon jó, mert itt információt és olyan segítséget kapok, amit mint én gyengéllátó sajnos magamtól nem tudok elvégezni. A Salgó-Tarjáni polgármesteri hivatal a közelmúltban fogyatékosságbarát munkahely címre is pályázott. Az önkormányzat tavaly sikerrel valósított meg egy pályázatot Párbeszéd partnerségben Salgó-Tarjánnal címmel, és ennek a pályázatnak a nyomdokai járva idén sikerült a polgármesteri hivatalban néhány célkitűzésünket megvalósítani. Ezek közül kettőt emelnék ki. Elsősorban olyan ügyfél szolgálatot valósítunk meg, amely során figyelembe vesszük a fogyatékkal élők elvárásait, igényeit, amelyet velünk szemben támasztanak, és ebben segítségünkre vannak a fogyatékkal élők szervezetei, illetve a kollégákat megfelelő érzékenyítésben részesítettük. A másik fontos elem, szeretnénk a fogyatékkal élők, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából is kivenni a részünket, úgyhogy már elmondhatom, hogy idén két fő alkalmazását vállaltuk. Egy fogyatékosügyi koordinátor is beállítása került, aki kifejezetten a fogyatékos emberek mindennapjának a ügyintézésébe segít az önkormányzaton. Ez a mindennapi segítségen túl például a munkahelyteremtéssel kapcsolatos koordinációt is jelenti. Ezen túl a ügyfélekkel foglalkozó munkatársaknak is segítséget nyújt, hogy hogyan kell bánni a különféle fogyatékkal rendelkező ügyfelekkel. A vakok és gyengéllátók mellett a mozgáskorlátozottak, valamint a siketek és nagyothallók tartoznak a hivatal által támogatott fő célcsoportok közé. Ők különféle akadályokkal rendelkeznek, amik különböző fizikai akadályokat jelentenek, de ezeket emberileg hozzáállással és különböző kisebb-nagyobb segédeszközök segítségével meg lehet oldani. A fogyatékkal élők ügyfélfogadásának és ügyintézésének megkönnyítését tovább szeretnék folytatni a hivatal. A tervek között szerepel, hogy egy IT eszköz beszerzése is, amellyel tovább segítjük a különböző fogyatékkal hátrányal élő emberek ügyfélfogadásának a könnyebbítését. Másrészt a hivatal dolgozói közös programokon is vesznek részt a fogyatékkal élő emberekkel, hogy a mindennapi életben, a szabadidejükben, sport közben is összehangoltan, integráltan tudjanak együttműködni. Mindezek mellett szeretnének még több megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatni a társadalmi együttélés jegyében.